A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, az első negyed óra végére 3 gólos előnyt szerzett a Budaörs. Bakó Botond időkérése hatásos volt, a folytatásban ledolgozta hátrányát a Kisvárda, a szünetre 12-12-es eredménynél vonultak le a játékosok. Fordulás után fejfej mellett haladtak a csapatok, a hajrában a hazaiak elléptek 2 góllal, de 5 perccel a meccs vége előtt ismét egyenlő volt az állás. Az utolsó támadásokból a Kisvárda jött ki jobban, és végül a 8 gólig jutó Radojevic találatával biztosította be győzelmét a házigazda. Voltak problémáink, és ezt éreztem is, nem volt meg az a lendületességünk, az a precíz játékunk kimondottan az első fél időben, amit szerettünk volna. De én azt kértem a lányoktól, hogy ez ma egy olyan nap, hogy mindegy, hogy de valahogy kirobotolva, kigürizve tegyünk meg mindent azért, hogy megnyerjük a mérkőzést. Ezt megvalósították, azt gondolom, a lányok, és tényleg egy kiváló csapategység küzdelem jellemezte a csapatot, és a második fél időben támadásban is tudtunk egy pár akcióban végre olyan megoldásokat előhúzni a meghatározó pillanatban, amik kulcsmomentumok voltak. A vendégek edzője szerint kevesebb hibával esélyük lett volna a pontszerzésre. Küzdelmes mérkőzés volt, felkészültünk, tehát úgy gondolom, hogy minden sanszunk megvolt arra, hogy jó eredményt érjünk el, pontot, hogy pontokat tudjunk elvinni, de hát sajnos a NB1B-ből feljutó gyerekbetegségeinket egyelőre még nem tudjuk kinőni, tehát nem tudom, hogy mennyi, de szerintem 15 zicser, meg nem tudom, 10-15 technikai hibával játszunk, és hát idegenben azt azért nem lehet túlélni, úgyhogy sajnálom, mert úgy éreztem, hogy több van ebbe a mérkőzésbe. A 6 gólt szerző Karnik Szabina annak örült, hogy a szoros végjátékból a Kisvárda jött ki jobban. Én úgy éreztem, hogy talán ez lesz a szezonban az egyik legnehezebb meccsünk, amit le kell játszani. Az első fél időben én azt gondolom, hogy nagyon rosszul kezdtünk, kapkodtunk, idegesek voltunk elől is és hátul is. Nem volt meg az összhang a védők és a kapus között. Aztán a második fél időre én azt gondolom, hogy mindent sikerült rendezni. Feljavult a támadójátékunk, de a kapuba is jött néhány védés. És én nagyon büszke vagyok a lányokra, mert azok a dolgok, amik tavaly nem jöttek össze ezeken a meccseken, most sikerültek. Az NB1 tabelláját a Győr vezeti 7 győzelemmel, a szintén 100%-os Ferencváros előtt. A 4 győzelemmel és 3 vereséggel álló Kisvárda a 6. helyen várja a bajnoki folytatást. Előtte azonban szerdán Magyar Kupa mérkőzésen Budaörsön lép pályára Bakó Botond együttese.